Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm, polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Milyen célkitűzésekkel indult a 2022-es év, melyek voltak a legfontosabb feladatok? Hú, hát erre nagyon nehéz így hirtelen válaszolni, hiszen elég nehéz volt a 2021-es év is, ugye óriási kihívásokkal, hiszen a Covid-dal és sok minden ehhez kapcsolódó problémával meg kellett küzdenünk. Tehát az alapvető elvárásunk az volt, hogy egy könnyű évet tudjunk magunk mögött 2022-ben, és nyilván erre is terveztük az egész évet. Azokat a beruházásokat, pályázatokat, fejlesztéseket, amelyeket elkezdtünk, amelyeknek a megalapozása megtörtént 2021-ben, és ugye évelején álltunk a pályázati ciklus elején, akkor kerültek beadásra az új pályázatok. Természetesen az volt a célunk, hogy Karcagnak megtartsuk azt a fejlődő pályáját, amelyre én úgy érzem, hogy 2021-ben az akkori forrásokkal és elképzelésekkel, és nyilván azzal a közös összefogással, kormányzati támogatással tudtuk pályára állítani a várost. Ezt tudjuk tovább folytatni. Én úgy gondolom, hogy jól kezdődött az év, hiszen megjöttek azok a források, folytatódtak azok a beruházások, azok az elképzelések, amelyet szerettünk volna, megalapozottak voltak és hozzá tudtunk kezdeni. Zárójelben megjegyzem, hogy ebből néhányat be is tudtunk fejezni ugye ebben az évben, hiszen olyan ütemben tudtuk a forrásokat lehívni és a munkálatokat végezni. De hát aztán tudjuk, hogy az év második fele azért másképp alakult. Ugye évelején már az ukrán háború éreztette azt a hatást, amely aztán begyűrűzött. Köszönhetően néhány, én úgy gondolom, hogy elhibázott brüsszeli lépésnek. És ez egy ilyen elcsépelt mondatnak tűnik, de azok, akik benne vagyunk, benne voltunk, és többen is vagyunk, tehát nyilván nem csak önkormányzatok, hanem különböző vállalkozások, és azok látják azt, hogy ezekkel a döntésekkel nagyon-nagyon megnehezítették a dolgunkat. Hozni kellett az önkormányzatnak súlyos döntéseket, húsba vágó kérdéseket, tehát én azt gondolom, hogy bármilyen jól is indult a 21-es megalapozás után a 22-es évünk, nem lett könnyebb. Már szó esett a fejlesztésekről, beruházásokról. Nyilván számos van folyamatban, több el is készült. Melyek azok, amelyek meghatározták 2022-ben Karcagváros életét, amelyek befejezésre kerültek? Igen, többen megszokták tőlem kérdezni, hogy melyek a legfontosabbak, mint ahogy most is. Erre mindig azt mondom, hogy a legkisebb és a legfontosabb. Tehát minden olyan beruházás, amely hozzájárul akármilyen mértékben, és itt lehet pár százezer forintos pályázat, ami egy program megvalósításához járul hozzá, és lehet több milliárdos, ami aztán nyilván itt marad a városban, és hosszú évekig, évtizedekig fogja szolgálni Karcagot, Karcag lakosságát, vagy akár a környék lakosságát is, gondolok itt a sportpálya beruházásra. Mindegyik fontos, és ha arról beszélünk, hogy mennyi munkát kell belefektetni egy-egy ilyen projektbe, akkor viszont nem nagy különbség van. Tehát a legkisebbekhez is ugyanazzal a lelkesedéssel és odafigyeléssel kell fordulni. Nekem is, és a kollégáimnak is a városházán, vagy akár az önkormányzat képviselőtestületében, a különböző bizottságokban, hogy az igenis fontos. Valamilyen szempontból valakinek az a pályázat mindig fontos. Ha ki kell emelni pályázatokat, akkor nyilván a nagy beruházások azok, amelyek legjobban szem előtt vannak, de ugyanakkor meg kell említeni, ami az önkormányzat és a város lakossága számára, ha a költségvetést tekintjük, a legfontosabb volt, ez pedig a közvilágításnak a korszerűsítése. Hiszen a város teljes területén lecserélésre kerültek azok az elavult lámpatestek, korszerű ledes lámpatestre, amelyek több szempontból is fontosak. Ugye egyrészt fontosak voltak abból a szempontból, hogy nem kell annyit karban tartani, tehát várhatóan ez egy hosszú életű, sokáig tartós lámpatestek kerültek fölhelyezésre. Másrészt a fényerejük sokkal nagyobb, tehát egy nagyobb biztonságérzetet, közlekedési biztonságot is adnak az esti órákban.
És hát nem utolsó sorban, és talán ez a legfontosabb része a mai helyzetben, költségtakarékosak. Ezzel sikerült akkor a költségmegtakarítást elérnünk, amely ebben az évben lehetővé teszi azt, hogy egy stabil költségvetést tudjunk magunk mögött 2022-ben. Ha tovább kell menni a beruházásoknál, akkor nyilván, ami szinte mindenkit érint, hiszen erről sokszor beszéltünk már, hogy a gépjárműszám mekkora lépésben növekszik a városban, akkor az a parkolók építése, az utak felújítása, és ami a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy szinte minden karcagit érint, ez pedig a kerékpárút hálózatnak a bővítése, megújítása. Ugye a napokban került átadásra, hiszen bár sokan használták már, és tudom, hogy ezt is kérdezték, hogy miért most került átadásra. Ugye elkészült maga fizikálisan az útpálya és az úttest, de voltak olyan járulékos részei ennek a beruházásnak, a villanyoszlop áthelyezések, a különböző közműveknek az elhelyezése, az itteni engedélyek megadása, ehhez kapcsolódott a városháza mögötti parkolónak a megvalósítása. Tehát fizikálisan most érkeztünk el a kerékpárút teljes pályázatának a zárásához, így ezért került most átadásra. De a visszajelzések azt mutatják, hogy tökéletesen elégedett vele mindenki, behozta azt az elvárt reményt, amellyel hozzákezdtünk. Nyilván nem volt könnyű, sok mindenkinek kellemetlen volt az első időkben, ugye, amikor még csak a földmunkák voltak. Én tudom, hogy sokan mondták azt, hogy néhány útban lévő fától meg kellett válnunk. Ebből voltak olyanok, amelyek egyébként is abban az időszakában voltak már, hogy kivágásra kerültek volna. És ha folytatni kell a beruházási sort, akkor szorosan kapcsolódik a fásításhoz, hiszen ebben az évben több mint 500 csemetét ültettünk el városszerte. Ennek egy része a kerékpárúthoz kapcsolódott, egy része a barnamezős beruházáshoz, ami ott a milánói kiállítási pavilon környezetében alakul ki park, egy része pedig további pályázatokhoz, mint a MOL Európa pályázat, illetve nyilván a Városgondnokság is saját hatáskörben telepített facsemetéket. Úgyhogy több mint 500 facsemete került elültetésre, tehát én ezt a zöldítési programot is nagyon fontosnak tartom. Ehhez kapcsolódtak azok a szemétszedési akciók, a különböző olyan programok, amely a környezetvédelemhez kapcsolódik. Ezek legalább annyira fontosak, én azt gondolom és azt érzem, mint hogy építünk egy bemutató központot majd. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm én is.